Izidor, 10 millió eurós turisztikai fejlesztés indul a megyében. Ne heverj parlagon, a gyomnövényről rendeztek vetélkedőt iskolásoknak. Új edző, Feckó Tamás veszi át az irányítást a Sparinál. Templomok és túra útvonalak újulnak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. A megyei önkormányzat a romániai Szatmár megyével közösen több mint 10 millió euró értékben fejleszti a határ két oldalán lévő kulturális és épített örökséget. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A program részeként többek között 15 megyei település temploma újul meg, valamint a nyírbátori történelmi sétány. Az Izidor érinti televíziónkat is. A fejlesztés részeként médiaközpontokat hozunk létre Mátészalkán, Kisvárdán és Fehérgyarmaton, hogy még több megyei hírt tudjunk megosztani nézőinkkel. A tervek szerint a teljes Izidor program két év múlva, 2023-ban zárul. Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és a romániai Szatmár megyét határ választja el egymástól, társadalmi és gazdasági értelemben elválaszthatatlanok. Jelenleg mindkét térség azon dolgozik, hogy fejlessze meglévő kulturális és épített értékeit, ezáltal növelje idegenforgalmi erejét. Az Izidor nevű romániai-magyar együttműködés ahhoz nyújt lehetőséget, hogy ezeket a feladatokat közösen valósítsák meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat vállalásában összesen 15 megyei település, katolikus és református templomát fejlesztik, Nyírbátorban pedig a már meglévő történelmi sétány újul meg. A magyar-román határmenti programok flagship program részében valósul meg ez a projekt, majd 10 millió eurós összköltségvetéssel. Itt a megyei önkormányzat a fő partner, és azon belül is a megyei önkormányzat csinál egy saját, mondjuk, partnerségében megvalósuló projektet is, amely számos határon átnyúló projektelemet tartalmaz. Ebből kiemelném a műemlék épületek megújítását, amely elsősorban templomokat, de nem kizárólagosan műemléktemplomokat jelent. Ezekre az örökségelemekre építve egy olyan tematikus útvonalat fejlesztünk, amelynek vannak előzményei. Mária Pócsi fejlesztésekre gondolok, mint nemzeti kegyhely, illetve középkori templomok útjára, amely projekt egységes egészként kezeli a határ két oldalán lévő örökségi helyszíneket. A projekt során olyan turisztikai fejlesztések valósulnak meg a határmenti régióban, amelyek még vonzóbbá teszik a már meglévő idegenforgalmi attrakciókat. A cél az, hogy minél többen látogassák a határ két oldalán fekvő örökségeket, és emelkedjen a vendégészakák száma. Ennek érdekében főszerepet kap az irodalom népszerűsítése, valamint a technológiai újítások is. Van ökoturisztikai része is a projektnek, illetve a projekt partnereink a Kölcsei Televízió, illetve a Megyei Fejlesztési Ügynökség gondozásában, például a Nyíregyházi József András Múzeumnak a udvarán egy irodalmi bemutató tér is létesül a program keretében. Ezen túlmenően olyan fejlesztések is megvalósulnak, amely applikációkon keresztül, internetes platformokon keresztül népszerűsíti ezt a programot, illetve ezt az útvonalat. A 2023. januárjában végződő projektre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, mint vezető partner, 5,6 millió eurót fordíthat, a fejlesztések összköltsége azonban a 10 millió eurót is meghaladja. Eredetvédelemmel szeretné ellátni a saját településén termett jó minőségű sütőtököt Nagydobos. Azért kívánják megkülönböztetni más nagydobosi töktől a valóban ott termett zöldséget, mert úgy érzik, sok esetben nem megfelelő minőségű nagydobosi tök kerül a boltok polcaira. A tervekről és az idei termésről Nagydobos polgármestere Kovács Gábor beszélt 35 perc című műsorunkban. Ez a felvétel egy néhány évvel ezelőtti nagydobosi tökfesztiválon készült. Az elmúlt két évben a járvány miatt nem tudták megrendezni az eseményt. Abban bíznak, hogy jövőre újra vendégül láthatják, akár két napra is az ízletes zöldség szerelmeseit. A valódi nagydobosi sütőtök titka a különleges természeti adottságokban rejlik, mondta 35 perc című műsorunkban a település polgármestere Kovács Gábor. Nagydobos ugye a Szatmár és a Bereg történelmi határán
helyezkedik el. Nem véletlen az, hogy egy időben Bereg vármegyéhez tartozott, utána Szatmár vármegyéhez, ugye elcserélte a két vármegye, Tarpát és Nagydobost cserélte el egymással. És ami Nagydobost különlegessé teszi, az pontosan ez, hogy a település egyik része még a szatmári, homokdombos, homokos rész, a másik része pedig már a fekete, beregi földet tartalmaz, és a sütőtöknek ez a sárga, homokos terület tesz jót. Ugyanis, hogyha a fekete földre vetjük, nem tud úgy szellőzni alatta, és nagyon hamar rothadásnak indul, megromlik. És ezek a területek viszont ugye azért nem egy aranykoronában gazdag területek, igazából más nem nagyon tud jó termés átlagot hozni rajta. A sütőtök viszont kifejezetten kedveli. A polgármester hozzátette, sajnos sokszor nem megfelelő minőségű tök kerül a boltok polcaira Nagydobosi elnevezéssel. Ezért most azt tervezik, hogy eredetvédelmet kérnek a valódi, igazi nagydobosi sütőtökre. Azon dolgozunk, hogy megpróbáljuk valamivel megkülönböztetni a Nagydoboson termelt sütőtököt az összes többi úgymond nagydobosi sütőtöktől, Tehát, hogy kapjon egy olyan minőségbiztosítási védjegyet, amiből, hogyha én laikusként is bemegyek bárhova, akár piacra, akkor tudom azt, hogy igen, ez Nagydoboson helyben termett sütőtök. Aztán, hogy ezt... Így drágább is lesz? Szerintem? Hát szerintem nem. Viszont a minősége biztos, hogy garantált lesz, hogy igazán ízletes és édes sütőtököt fogunk venni, nem pedig olyan nagydobosi sütőtököt, ami valójában takarmánytök. Egyre többen foglalkoznak ezzel a településen, 50 hektáron vetettek tököt idén, és közepes, jó termést tudtak betakarítani. Ne heverj parlagon, ezt a találó címet adták annak a környezetvédelmi versenynek, amelyben megyei általános és középiskolások mutathatták meg, hogy mit tudnak a parlagfűről. A megyei kormányhivatal és a NÉBIK már 10. alkalommal rendezte meg a gyomnövényről szóló vetélkedőt, melynek célja, hogy a fiatalokkal minél előbb megismertessék az allergén növény káros hatásait. A parlagfű egyike a három legelterjedtebb gaznak Magyarországon, káros hatásai viszont egyértelműen a legjelentősebbek. Nem csak a termőföldben tesz kárt, súlyos allergiás tüneteket is okoz az erre érzékenyeknél. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal minden évben felderíti a megye területét, és bünteti azokat a földtulajdonosokat, akik nem írtják a gyomnövényt. A hivatal azonban elsősorban a szemléletformálást szeretné erősíteni, így egy év kihagyás után újra vetélkedőt szervezett a megyeháza dísztermébe. Összesen 13 általános és középiskolásokból álló csapat vett részt az eseményen, melynek feladatai a parlagfűről szóltak. A hivatal a feladataiból adódóan arra törekszik, hogy évről évre javuljon a helyzet. Azt látjuk, hogy sajnos szükség van a parlagfű felderítési tevékenységre, és sajnos minden éven kell kiszabnunk bírságot ezzel kapcsolatosan. De hát azt gondolom, hogy ez is egy eszköz arra, hogy visszaszorítsuk a parlagfüvet, de ami ennél fontosabb, vagy ugyanilyen fontos, én azt gondolom, hogy az a szemléletformálás, ami a mai vetélkedőnek a lényege. A kreatív névvel jelentkező csapatoknak összesen 6 feladatot kellett megoldaniuk. A cél pedig nem is elsősorban a versengés, hanem az arra való felkészülés volt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal igazgatója azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár abban a törekvésben, hogy a fiatalok felelősséget érezzenek a környezetvédelem iránt. Nagyon fontos a szemléletformálás, hogy a fiatalok, akár a kisgyerekek is pontosan tudják, hogy mit jelent a parlagfű kérdés. Kell, hogy tudják, hogy a parlagfű nem mindenféle gézgaz, hanem egy jól meghatározott növényfaj, amivel problémánk van, és tudniuk kell azt, hogy hogyan lehet védekezni ellene. Mi az, amit tenni kell, még hogyha nem is olyan effektív védekezésre gondolok, hogy kimennek a mezőre és elkezdik szedni, de akár a mindennapos magatartásukba is beívódhat az, mint ahogy a környezetvédelemben már majdnem mindennapos, hogy nem dobálom el a használt papírzsebkendőt, úgy tudni kell a parlagfűről is, és az ellene való védekezés lehetőségeiről. A NÉBIK felmérése szerint a leginkább fertőzött területek évről évre ugyanazok. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kis, Kun és Somogy megyében fordul elő a legnagyobb koncentrációban. Ezért is van szükség folyamatosan a környezetvédelem népszerűsítésére, hangzott el a vetélkedőn.
Míg a nagyok vetélkedtek, a kisiskolások virágot ültettek Nyíregyháza belvárosában, árvácskák és nefelejtsek kerültek az ágyásokba. Az ökosuli program célja, hogy a gyerekek is bekapcsolódjanak a közvetlen környezetükben lévő értékek megismerésébe, megóvásába és gyarapításába. A Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tag intézményének diákjai már 8. éve vesznek részt a Nyírvévé város szépítő tevékenységében. A gyerekek környezeti tudatának kialakítása, a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése és a környezeti szempontok felevelenítése érdekében folyamatos szakmai és elméleti oktatásban vesznek részt. Jelen pillanatban most a Szent Miklós téren vagyunk, ahol a két nyári virágok kiültetése történik. Az idei évben közel 50 ezer virághagyma és 25 ezer tő kétnyár virág kerül kiültetésre. A gyerekek segítenek nekünk a városunk szebbé tételében. Október a látás hónapja. Ebben az időszakban díjmentesen vizsgáltathatja meg a látását és a szemüvegét bárki. Érdemes kihasználni a lehetőséget, főleg azoknak, akik sokat terhelik a szemüket munkájuk során. Az idén 16. alkalommal futó program fő üzenete, hogy fontos a káros kék fényszűrése. A látás ellenőrzése mindenkinek ajánlott, de vannak olyanok, akiknél nagyobb a kockázat, illetve gyakrabban fordulhat elő látásromlás. Ebbe a csoportba tartoznak például a sokat autózók, a 45 év felettiek, a tanulók és az irodai dolgozók. Számukra kiemelkedően fontos, hogy évről évre megnézessék a szemüket. Október a látás hónapja, ilyenkor ezt díjmentesen megtehetik. Ingyenes. Magyarul a látás ellenőrzés, hogy az előző szemüvegéhez képest van-e változás a dioptriájába, másodszor pedig, ha még nem volt szemüvege, akkor nézzük meg, hogy kell-e egyáltalán szemüveg. Mert ez a mai technika világa, telefon, számítógép, mesterséges fény, laptopok, hiába bármilyen jó fényszűrők vannak rajta, ez már óvodás, bölcsődéskorba rontja a szemet. Egy kis odafigyeléssel és látásjavító eszközök tudatos használatával azonban sokat tehetünk szemünk egészségéért. Használjunk kék fényszűrő bevonatot a szemüveg lencséjén, pihentessük szemünket távolba nézéssel, vagyis alkalmazzuk a digitális detoxot. Ügyeljünk a megfelelő fényviszonyokra, és fogyasszunk sok folyadékot. Ezek mind segítik szemünk egészségének megőrzését, a szövődmények megelőzését. A szervezetünkben van egy olyan hormon, ami azért felelős, hogy a pihenést, a biológiai óránkat beállítsa, tehát az ébrenléti időszakot és a pihenést is. Na most a kékfényszűrő ezt meg tudja, illetve hogy a kékfény ezt meg tudja borítani. Ami azt jelenti, hogy folyamatos fáradtságérzetet tud okozni, illetve ugye ez egész napos dekoncentráltság folyamatosan fent fog állni, és ezért fontos az, hogy akár egy olyan réteget tegyünk a szemüveglencsére, ami ezeket tudja kioltani. A Látás Hónapja program keretében elvégzett díjmentes látás és szemüveg ellenőrzés körülbelül 20 percet vesz igénybe. A kampányban résztvevő szakközletek listája a látáshónapja.hu weboldalon megtalálható a térképes optikakereső menüpontban. Jelentősen megnőtt a telefonos lelki segélyszolgáltatás iránti igény a koronavírus járvány idején. Dudás Erika, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke híradónknak elmondta, tavaly csaknem 170 ezer hívást fogadtak önkénteseik. A legnagyobb gondot a gyász feldolgozása és az egzisztenciális problémák megoldása jelentették. Jelentős terhelést jelent a koronavírus a megyei kórházaknak. A járvány második és harmadik hullámában nagyon sokan kerültek intenzív osztályra. A testi fájdalmak mellett azonban lelki sebeket is ejt a vírus. Március óta elemzik a koronavírus tartalmú hívásokat a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségénél. Tavasszal a félelmek, az információk hiánya és az izolációs problémák kerültek előtérbe, manapság a munkahelyi és kapcsolati válságok, valamint az oltással kapcsolatos félelmek adják a telefonhívások tartalmát. Nehéz volt számukra megélni az ünnepeket a rokonok hozzátartozók személyes jelenléte nélkül. A tavaly nyári időszakra csökkentek a COVID tartalmú hívásaink,
majd pedig tavaly ősszel újra erősödtek. Itt már nem az információhiány volt a jellemző, hanem inkább a vírusnak a következményei, akár a gyásznak a megélése, akár gazdasági következmények, munkahelyi változások, akár a munkahely elvesztése. Még idén januártól körülbelül a hívóink elsősorban az oltással kapcsolatos kérdéseiket tették föl, a vakcinák iránti bizalmatlanságukat, vagy pedig az elkötelezettségüket ismételték a vonalon keresztül. Tehát gyakorlatilag a hullámokhoz köthető volt a hívástartalmaknak az alakulása, illetve a hívástartalmak mellett a hívásszámok alakulása is. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500 fős önkéntessel segíti a bajba jutott emberek mindennapjait, ingyenes tanácsadással és beszélgetéssel, még a határon túlról is. A képzésünkön keresztül, ami 80-120 órát jelent a jelentkezők számától függően, igyekszünk az önismereti csoportok működése mellett elméleti és gyakorlati felkészültségüket bővíteni a jelentkezőknek. Vizsgával zárul a képzés, majd pedig a hospitálás következik egy gyakorlott ügyelővel. A működő ügyelőink pedig folyamatos esetmegbeszéléseken, szupervíziókon keresztül ismereteiket tudják bővíteni, illetve igyekszünk a kiégési tüneteket is megelőzni ezekkel a képzésekkel és szakmai tapasztalatcserékkel, szupervíziók lehetőségével. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 116-123-as telefonszámon. A koronavírus világjárvány miatt pedig bevezették a 0680-810-600-as új telefonszámot is, amely heti 102 órában elérhető azok számára, akik problémáikat nem tudják egyedül feldolgozni, vagy csak segítségre, beszélgetésre van szükségük különböző krízisek feldolgozására. Feckó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője, a klub kedden szerződést bontott elődjével, Szergej Pacallyal, valamint Sándor István szakmai tanácsadóval és ifjabb Sándor István játékos megfigyelővel. A nyíregyházi születésű legutóbb a DVTK-nál dolgozó 47 éves szakember korábban a Balmazújvárossal és az MTK-val is feljutott az NB1-be. Az elmúlt héten még Szergej Pacallya irányításával készült a Spari, amely vasárnap gól nélküli döntetlent játszott Kecskeméten az NB2 12. fordulójában. A 7. fordulót követően még élen álló Nyíregyháza a legutóbbi 5 meccsen 3 pontot szerzett, így visszacsúszott a tabella 6. helyére. A klub vezetése mutatott játéka sem volt elégedett, így a váltás mellett döntött, 2023 nyaráig Feckó Tamás irányítja a szakmai munkát. Tapasztalt szakemberről van szó, többször sikerült már neki NB2-ből feljutnia, és ami mindettől fontosabb, hogy nyíregyházi kötődésű. Nagyon jól ismeri a nyíregyházi utánpótlást, magam állíthatom, hogy név szerint ismeri az utánpótlásban futballozó tehetséges gyerekeket a mai napig, úgyhogy ez egy nagyon fontos szempont volt szintén, mert ugye az építkezés szempontjából, és építkezni szeretnénk azon túl, hogy minél hamarabb fel szeretnénk a csapatot juttatni az első osztályba, az építkezés szempontjából ez egy meghatározó dolog, hogy a vezetőedző tisztában legyen az utánpótlásban lévő lehetőségekkel. Az új vezetőedző korábban Csábi József segítőjeként már dolgozott a Spari felnőtt csapatánál, azóta pedig a Balmazújvárost, az MTK-t és a Diósgyőrt irányította. Véleménye szerint bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy a Nyíregyháza a szezon végén ott legyen a feljutás jelentő első két hely egyikén. A jelenlegi keret, én azt mondom, hogy a bajnokság első harmadára prognosztizálja az eredményt. Ezeken a helyeken belül van álomkategória és van a realitás. Két lábbal a földön kell járni, és a reális célokat kell kitűzni, de álmok nélkül nincsen foci. És ugye nem csak a klub tulajdonos úrnak, hanem rengeteg szpari szurkolónak van egy álma. Mi azon leszünk, hogy ez az álom valóra váljon, ha lehet minél hamarabb. Az új vezetőedző vasárnap a Szolnok ellen a csapat ideiglenes otthonában Balmazújvárosban mutatkozik be a Szvari kispadján. A 13. forduló további párosítása a következő, 3. kerületi TVS Jófok, Győr Pécs, Soroksár Szentlőrinc, Tiszakécske Diósgyőr, Dorog Csákvár, Budafok Budaörs, Békés Csaba Kecskemét, Szombathely Ajka és Szeged Vasas. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Templomok és túraútvonalak újulnak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően. A megyei önkormányzat a romániai Szatmár megyével közösen több mint 10 millió euró értékben fejleszti a határ két oldalán lévő kulturális és épített örökségeket. A program részeként többek között 15 megyei település temploma újul meg, valamint a nyírbátori történelmi sétány. Ne heverj parlagon, ezt a találó címet adták annak a környezetvédelmi versenynek, amelyben a megyei általános és középiskolások mutathatták meg, hogy mit tudnak a parlagfűről. A megyei kormányhivatal és a NÉBI már 10. alkalommal rendezte meg a gyomnövényről szóló vetélkedőt, melynek célja, hogy a fiatalokkal minél előbb megismertessék az allergén növény káros hatásait. Feckó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus új vezetőedzője, a klub kedden szerződést bontott elődjével, Szergej Pacallyal, valamint Sándor István szakmai tanácsadóval és ifjabb Sándor István játékos megfigyelővel. A nyíregyházi születésű, legutóbb a DVTK-nál dolgozó 47 éves szakember korábban a Balmazújvárossal és az MTK-val is feljutott az NB1-be. Október 20-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is várjuk majd Önöket. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Szerda este nagy részt borult lesz az ég felettünk, helyenként előfordulhat kisebb eső, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Általában 11 és 13 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön gomoly felhők képződnek, de eső nem várható, igazi késő nyári napra számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 21 fok között valószínű. A hétvégén borult őszies idő várható.